Ez itt Wolfgang Amadeus Mozart requiemjének talán legjobb felvétele és előadása a bécsi filharmonikusokkal, Carl Böhm vezényletével. Ez a lemez, amit itt látunk, az eredeti osztrák kiadása ennek a requiemnek. Ez természetesen a korongról derül ki a leginkább, hogyha azt megnézzük, akkor látjuk, hogy Ausztria. Tehát ez Mozart hazájának, szülőhazájának, Ausztriának a kiadása, van hozzá mellékelve egy csodálatos szövegkönyv. Ezt vissza is tesszük. Tehát ez 25-30-143 gyári számmal az ausztriai kiadás, az osztrák lemez. Amúgy, mint látjuk, Hamari Júlia és Matisse Edith, tehát magyar előadók is szerepelnek rajta. Ez a lemez ugyanazzal a gyári számmal, de mellette már ott van, hogy sztereó és 33-as fordulatú, tehát 25-30-143-as gyári számmal, tehát ugyanannak az előadásnak a Carl Böhm féle bécsi filharmonikus felvételnek ugyanazokkal az előadókkal, Hamari Júliával, stb. A német változata. A kettő viszonylatában a német sokkal jobban szól, mint az osztrák. A németek általában jobbak. Ehhez viszont nem mellékelték a szövegkönyvet. Itt van még ugyanennek a felvételnek, ugyanennek az előadásnak Mozart Requiem kövöljegyzék száma szerint 626-osnak, már egész másik gyári számon, vagyis 62-538-as egy klub kiadása, amely még jobban szól, mint a német. Ez is német kiadás természetesen, de mint a normális német, az osztrák és a német viszonylatában ez a klubkiadás szól, ez a harmadik a legjobban. Látjuk, hogy itt a szövegkönyv a hátoldalra került, más a hátoldalnak a struktúrája, tehát ez a német, így néz ki a németnek a hátoldala, ez az osztrák hátoldala, ami teljesen azonos a némettel, és a klub kiadásé az más. Mint látjuk, itt van a szövegkönyv eleve, és egész más típussal oldották meg itt fölül az előadók. Bécsi filharmonikusok Carl Böhm vezényletével. És ez szól jobban, mint a másik. És itt van még végül a magyar kiadása ugyanennek a felvételnek, ami az általam ismert legjobb Mozart Requiem előadás és felvétel, ha bár nagyon sok van, úgy Karajannál, mint másokkal. Érdekes, hogy ez a magyar kiadás, ami a hátoldalában és minden szempontból 1971-es magyar kiadás, azonos az eredeti némettel, például hát a borító az egyértelműen azonos, a hátoldal is a magyar kiadás átvette az eredetit. Tehát itt lehet látni, hogy ez a Hungaroton magyar kiadás 1971-ből,
és bármi meglepő, tehát ezen a gyári számon, a 31238 gyári számon megjelent kiadás jobban szól, mint az osztrák eredeti, és mint a német eredeti, és még egy picit a német klub kiadásnál is jobban szól. Habár ez elnyerte a francia Grand Prix-t, de Discophile Orphée d'Or, a magyar nem valószínű, hogy nyert ilyen díjakat, pedig jobb a hangja egy fokkal, egy picivel, egy hajszálnyival mindenképpen. Mindezt persze alátámasztja sok megállapítás. Francia barátom Yves is azt mondta, hogy a német lemezek azok a legjobbak, tehát jobbak az angol, a francia és az olasz és a hasonló összes mindenféle lemezeknél, a német lemezek azért jobbak. De a magyar lemezek olykor, és nem is annyira ritkán, a németnél is jobbak, a német kiadásoknál. Ezt minden esetre nem árt tudni. Tehát összegezve, az osztrák eredeti, a német eredeti, a német klubkiadás és a magyar kiadás. Mint látjuk, szövegkönyvet a magyar kiadáshoz is mellékeltek. Egy ilyen vastag kartonra tették. Ez pedig itt a német kiadásnak a matricás része. Az osztrák kiadásnak egy kicsit el van csúszva a gerincénél a nyomdai megoldás. A hajlítás, bocsánat, a kötészeti megoldás, ez látszik így, hogy oldalról is teljesen lehet olvasni. A német kiadásnak természetesen kifogástalan a nyomdai technikája. A magyar és sem rossz. Az összes többi kiadás az valahogy, bármilyen jó is legyen, alatta marad a kárbőmös változatnak. Ugye itt láttunk egy angolt, egy magyart, a Ferencsiket, ami nagyon jó. Még egy angol. Itt is van magyar vonatkozás, mert ugyan a bécsi filharmonikusok, de a karmester kertész István. Ez a nagy standard, a Herbert von Karajan, berlini filharmonikusok, a Sertés von Karajan. Annak is egy... Azt csak én szoktam mondani. Igen, ez Krisztina szavajárása, a Sertés von Karajan. Ez a Teszveszvárosban volt, vagy nem tudom melyik ilyen rajzfilmben. Nem. De. Ez a sztereó változata, nagyon jó kiadása a Supraphon
kiadónak, és ez ugyanannak egy szuprafon, sztereó szuprafon, Requiem kiadás ezzel az emblémával. Természetesen Karajan vezényletében. Tehát ez ugyanaz a felvétel, de annak egy 1967-es klubkiadása. És ez talán még versenyképes a Böhm-féle felvétellel, a Böhm vezényelte felvétellel, és annak is mondjuk a magyar vagy a klub kiadásával. Tehát a magyar kiadásával vagy a klub kiadásával. Na ez még egy versenyképes. Mert hogy ez hasonlóan jó ahhoz, vagy körülbelül ezzel méltó összehasonlítás lenne. Ez az orosz kiadás. És egy amerikai. Az SHCD kiadásokon végül ez az előadás jelent meg. Tehát ennek a lemeznek a felvétele, illetőleg hát igen, ez azonos. Hirtelen összekevertem a Beethoven szimfóniákkal, ahol nem azonos az SHCD kiadás és az eredeti hanglemez felvétel. Még nagyon sok érdekes és jobbnál jobb előadásmódja van a Requiemnek, ennek a fantasztikus mesterműnek. Ez is egy SHCD kiadás. Nem a rosszabbak közül való, hanem a jobbak közül. Aztán van ez az újabb, és ez a kiadás nagyon érdekes. Mindig is kerestem azt az előadást, ahol szinte kórus énekli végig erőteljesebben, és zenei kíséret kevés van alatta. No, ez egy ilyen előadás. Ezt nagyon kedvelem. Az új szibériai kórus adja elő. Sok lemez közül ez a lemez ugyancsak nagyon ritka, ez az omázs a Mozart Carl Böhmtől, amely a Salzburgi játékokon jelent meg kifejezetten és kizárólag csak 1969-ben, és nem sok van belőle, melyben a karmester elmondja a Mozarttal kapcsolatos gondolatait az első oldalon, a második oldalon pedig külön a 23. és a 24. szimfóniával foglalkozik, beszél is róluk, elemzi őket egyébként, a műveket mind. És ez a lemez valójában, ez a egyébként hát jobban ismert és kapható lemeznek az anyagát tartalmazza, de itt ugye a 21. és a 22. szimfónia is benne van, és a 23. 24. Mozart szimfónia az, ami azonos az itt ezen a lemezen találhatóval, de itt tartozik hozzá szakmai gondolatok és elemzések is. Tehát ez a lemez eléggé ritka, nem került egyébként kereskedelmi forgalomba sem, csak a salzburgi játékokon lehetett kapni. Azért olyan ritka, és nagyon jó zenei anyag. Amúgy is Carl Böhm az egyik legjobb.
Mozart karmester. Tehát ez a lemez az ismertebb, de ez csak részben tartalmazza, illetve hát ezen nincsenek meg a hozzáfűzések, a magyarázatok és a gondolatok. Mozart amúgy 16-17 éves korában írta ezeket a szimfóniákat. Ez a másik Carbon lemez, szintén nagyon érdekes, mert itt ugyanazt teszi, amit ezen a salzburgi ünnepi játékokon. Itt ugyanúgy elemzi a műveket, mint látjuk a 41. szimfóniát, a Don Giovannit, a Requiemet és a 38. és 40-41. Szimfóniát. Tehát nagyon érdekes, nem ez is viszonylag ritka. A nagy szerelme Mozart munkássága Carbonnek.